Palotással kezdődött a Szent Lőrinc vendéglátó és idegenforgalmi szakközépiskola, szakiskola és kollégium idei tavaszköszöntő jótékonysági mája. A vacsora esten az intézmény és a Szent Lőrinc szakképzési alapítvány támogatóit látták vendégül. Bóta József Sándor igazgató köszöntő beszédében kiemelte az alapítványi iskolák nehéz helyzetét. Nem a legszerencsésebb támogatási rendszer van, és ezért is szükség van arra, hogy minden jószívű, szakmáért aggódó ember itt legyen velünk, és támogasson bennünket. Az intézmény gyakorlatorientált oktatásával olyan szakembereket képez, akik Magyarországon és külföldön is megállják a helyüket. Az iskola alapelve, egy jó szakma többet ér, mint egy diploma.